Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunkban egy meglehetősen népszerű témát hoztunk be, legalábbis ami a különböző internetes fórumokat illeti tanácsadó cikkek tömkellege jelentik meg ezekben a témákban, ez pedig nem más, mint az anális szex. Hogyha magát a anális szexet vesszük, nyilván nagyon sok sztereotípia él az emberek fejébe, de tezzük egy talán egy kicsit ilyen történeti jellegű kitekintéssel. És ilyen, ezt a témát szerintem érintettük már több kulturális epizódunkban is. Mégpedig ugye a legközkeletűbb tudás ezzel kapcsolatosan, hogy egészen a 20. század második feléig gyakorlatilag, amíg a fogamzásgátlók eh, szerek, már, mint kémiai fogamzásgátlók szerek nem terjedtek el, addig gyakorlatilag az egyik fogamzásgátlási módszernek alternatíva volt, hogy fiúk mondjuk házasság előtt, hogyha kapcsolatba kerültek egy nővel, akkor inkább a szexet választották. Hogy milyen volt ennek a kulturális megítélése, ez nagyon eltérő különböző helyszíneken, nyilván vannak források, amik, ami, amik ezzel kapcsolatosak, ha csak az ókort vesszük, mind a nagy folyamvölgyi kultúrákban is említettük már, akár az ókori Egyiptomban, akár a római birodalomban, mindegyiknek meg volt egy kulturális jelentősége az anális Alapvetően egy volt, ahol ez egy teljesen hétköznapi dolognak tűnik, legalábbis a források alapján, és van, ahol kifejezetten egy tiltott, vagy félig meddig ilyen tabunak számító tevékenységnek számított amit mondjuk biztosan tudunk már, ahol bőségesen vannak a szexualitással kapcsolatosan források, hogy hiába a sztereotípiák, mondjuk akár a görögvilággal kapcsolatosan, az anális szex nem feltétlenül tartozott egyrészt a homoszexuális viselkedések közé, másrészt pedig a homoszexuális férfiak sem feltétlenül az anális szex volt a leggyakoribb formája az örömszerzésnek vagy az együttléteknek. Erről már a aki okay, érdekel, szóval az ókori epizódban is beszéltünk erről a témáról, de érdemes tényleg tudni, hogy itt azért nagyon sok minden egyéb forma is megjelenik, akár az olális akár a simogatás, akár a comb közé fogadása a másik nemi szervének, és ezek mind-mind léteznek alternatívájának, nem feltétlenül kell a klasszikus behatolásnak tekinteni a pedig a, ami pedig a magyar népi kultúrában ennek az emlékei e, vannak, ott is azért arról szól a beszámoló, hogy hát főleg elsősorban házasság előtt fiúk és lányok között volt egy bizonyos elfogadottsága, nyilván egy olyan dolog, ami, nem, ami, ami amit azért e, nem tekintettek annyira a követendőnek, de valamennyire elfogadta társadalom, főleg itt a szüzesség mitoszával kapcsolatosan, hogy a, amennyiben az a nem a hüvei behatolással jár egy fiúnak meg egy lánynak a viszonya, akkor kvázi megőrződik a lánynak a szüzessége. Talán én ennyit hoznék így be egy a kulturális képbe. Én pedig azzal folytatnám, hogy amit te is említett, hogy ez egy nagyon régi dolog, hogy abból a korból, amikor még nincsenek írásos emlékeink, csak képi vagy tárgyi uh -huh. megjelenítések, már ott megjelenik uh -huh. az anális szex, és megjelenik az anális szex férfi-nő és férfi-férfi relációban is. Tehát ez egy olyan nemi aktus, amelyik a kultúránkban, az emberi kultúrában, amióta ábrázolást létezik, és amióta dokumentálják az emberi kultúrát, ez egy létező dolog. Az, hogy miért csinálják, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert és most egyenlőre maradunk a heteroszexuális vonalnál, és annak is annál a részénél, ahol a férfi hatol be análisan a nőbe. Van egy olyan megközelítés, hogy, és ez akkor negatívval kezdünk, hogy ez a behatolási módszer, ez egy dominanciát mutat a nő felé. Uh -huh. És minden verzió, amit most itt föl fogunk sorolni, azt gondolom, hogy ennek van, van relevanciája. Abszolút. Hiszen valóban vannak olyan férfiak, akik a maguk dominanciáját szeretnék ezzel kifejezni. Magyarul, hogy én a nő minden nyílását magamévá teszem. Abszolút. És van egy olyan vonulat is emellett, amelyik azt mondja, hogy számára újdonság erejével hat a nem a megszokott hüvei közösülés, hanem hanem az, hogyha análisan is be tud hatolni uh -huh. a nőbe. Tehát ott inkább egy szexuális izgalomról van szó, Abszolút. amelyik egy nyilván egy fizikai és egy, egy vizuális ingert jelent. Van egy harmadik vonulat, amelyik azt mondja, amit te is érintettél, hogy a nem kívánt terhességnek az elkerülése. Biztos vagyok benne, hogy egy szexben nem lesz Így van, és ez mind, is, mind, mind a két fél részéről lehet ebbe olyan motiváció, hogy egyébként bármilyen nehézségen ellenére is, majd amiről fogunk beszélni, legalábbis ami kezdeti nehézséget jelenthet, ez egy felszabadultabb állapotot jelenthet igen. a szexben, megélését a szexben, magyarán vagy a, akár a nő nem fél attól, hogy teherbe így fog, fog esni, igen. vagy a férfi nem fél attól, hogy teherbejtheti így a partnerét. Ez egy teljesen biztonságos Abszult. mód, és amit te is említett, ez mind a két fél részéről egy felszabadulás, felszabadultsággal jár. Járhat, igen. És a felszabadultság egy, egy magasabb... Örömérzettel tud párosulni. És itt jön a negyedik, amit említettél, amit hogy igen, főleg a fiatalok körében pár évvel ezelőttig nagyon elterjedt volt az anális szex, mert a lányok így a szüzességüket meg tudták tartani. Így van, és egyébként az amerikai tömegkultúrában, hogyha ennek egy kicsit utána nézünk, hát ott, ott kifejezetten, főleg ezeken a általában keresztény vonalon, mozgó különböző iskolákban megfogadják, akár megfogadtatják úgymond a lányokkal, hogy megőrzik házasságba a szüzességüket, de hát ugye ott van a kis kapu, ami a loophole, ami, 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 amivel, amivel gyakorlatilag valahogy elkerülhetik azt, hogy mégis, mégis legyen, még, mégis valami fajta történjen a, a, a fiatalok között. Ami egyébként nyilván a többség számára, vagy legalábbis innen nézve meg lehetősen egy viselkedés. Nem, viseldi. nem feltétlenül. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a nyugati társadalmakban végzett kutatás uh -huh. Azt mondja, hogy nagyjából nyilván megoszlanak ezek, de hogy nagyjából az emberek egy harmada az anális szexet nem tekinti igazi szexnek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy én mit tartok szexnek. Ugye emlékezünk vissza szóval Bill clinton a híres, van híres, 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 híres mondatára, amikor a Monika Lewinsky-vel folytatott viszony nálaszom kongresszus vizsgálat alatt, de kijelentette, hogy neki eskü alatt vallotta, vallotta, hogy, hogy neki ő, nem ő volt szexuális kapcsolata, a... kapcsolata ezzel a nővel. Hiszen ott csak egy orális szex volt, és az szerinte nem tartozik a szexualitás körébe, és akkor pont a szexuális visszaélések miatt mondjuk el, hogy minden olyan tevékenység, amely a szexualitáshoz köthető, az szexualitás. Igen. Beleértve az anális, az orális, a manuális és a, a vaginális szexet, tehát mindegyik. Ami nagyon érdekes tud lenni pont ebből adódóan, hogy az emberek egy jelentős része nem tekinti igazi szexnek, és most az igazit azt mondjuk macska körünkbe tesszük, ezért ambivalensen is viszonyulnak hozzá. Körülbelül azt lehet mondani, hogy a férfiak 30 és 50 százaléka próbálta már az anális szexet, megint nyugati társadalmakban végzett felmérésről uh -huh. van szó, a nőknek ennél kevesebb uh -huh. része. A férfiaknál is vagy az izgalom, vagy amit elmondtunk, annak egy jelentős része dominál, plusz a pornó, ahol ugye egy nagyon jelentős vonulat az anális szex, illetve az a fajta valóban dominás, uh -huh. vagy ha úgy tetszik, hímsobiniszta felfogás, hogy a minden lukat be kell tömni, és ez meg is jelenik egyébként az agresszív pornóban, Abszolút. és az agresszív pornóban én, amit az emberek többsége normálisnak tart, én azt értem, uh -huh. amiben nem jelenik meg az intimitás, mint érték. A, a férfiak és a nők tapasztalata eltérő, és pont azért, mert uh, van egy réteg, főleg a nők körében, aki nem a fájdalom és nem a undor, vagy, hanem egyszerűen nem tartja szexnek az anális szexet. Van egy másik érdekes tény. Ez pedig az, hogy azok a hölgyek, akik élvezik az anális szexet, akár orgazmusok is el tudnak jutni anális szex közben, ott az a megfigyelés, hogy ők általában jobban élvezik a szexet, és ezt nem lehet tudni, hogy ez egy ok vagy egy okozat. Uh -huh. Magyarul, hogy ő azért élvezi az anális szexet, mert egyébként felszabadultabb szex közben is jobban tudja megélni ezt az örömforrást. Magyarán adott esetben már több örömöt jelentett rá számára alapból a szex, és kísérletezőbbé a válik, így és megengedőbbé vált amiatt, és amiatt tágította ki a horizontját Igen, ebben az vagy, vagy ez visszahat, tehát uh -huh. fordítva, hogy, hogy mivel megpróbálta, ezért valamennyire felszabadultabb le. Szóval nagyon sokféle megközelítése lehet még a heteroszexuális uh -huh. kapcsolatban is uh -huh. az anális uh -huh. szexnek. Nagyon izgalmasak ezek a témák, egy picit akkor uh, visszatérve itt az anális Szexnek a motivációjára. Én azt gondolom, hogy nyilván, nyilván itt a pornokultúra kapcsán vannak abszolút releváns megállapításai akár a különböző feminista vonalaknak, akik, akik egy picit úgy kezelik nagyon sokszor, hogy az anális szex egy olyan dolog, amit rákényszerítik a nőkre a férfiak, és a pornokultúra miatt ebből nagyon durva, türelmetlen és fájdalmas és adott esetben egészségkárosító dolgok történnek. És ezek mindig azok, hogyha akár meghallgatják, a hallgatóink, akár Szabó Lucával készült beszélgetésünket, akik itt főleg fiatalok között, pszichológussal készült beszélgetésünket, akik főleg fiatalok között csinálnak felvilágosít a munkát, vagy akár, az, akár más adásainkat is. Valóban így van, hogy nagyon sok fiatal ezt a teljesen anormálisnak tekinti a pornó miatt, és gyakorlatilag mindenféle előkészítés, türelem, figyelem, kölcsönösség nélkül akarja ezt a partnerét ráerőltetni. A másik fele viszont a dolognak, hogy az anális szex mindenfajta ilyen képpel ellentétben lehet örömteli. És ezért ezt is fontos kimondani, hogy ez mind a két fél számára lehet nagyon örömteli tevékenység. Viszont ennek az anatómiájáról és ennek a mikéntjéről azért majd fogunk helyteni egy pár szót, illetve az egészségügyi kockázatairól is majd, majd, majd mindjárt. Úgyhogy, úgyhogy ez, 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 egy, ez, egy fontos tényező. A másik része a, a, dolognak az, hogy a dominancia kifejezéséhez még, még egy picit azért hozzátenném, hogy azért az a fajta attitűd, hogy így és ilyen módon közösül valaki egy másik emberrel, az nagyon sok az valóban megjelenik akár már a irodalomban, akár okorral, akár egyébként kapcsolatosan, hogy tényleg a teljes dominanciának a kifejezése. Tehát például, ahol a megítélése volt mondjuk. Rómában, már Rómában ahol mondjuk az aktív, meg a passzív fél mondjuk egy szexuális kapcsolatban, mint most már férfiakról beszélünk, ott a befogadó az, aki méltatlanná válik különböző módon, hogy a társadalomnak egy ilyen bizonyos szerepeket betöltsön, az, az, az tisztességtelen, aki viszont a behatoló, az aktív fél, az, az teljesen megőrzi, megőrizheti kvázi a méltóságát, mert az mindegy lehet számára, és ugyanúgy nyilván háborús és egyéb erőszakban is a anális erőszak sajnos nagyon jól ismert jelenség. Azt gondolom, hogy mostanára ez egy picit eltűnt. Ugye mm -hmm. hát, a háborús erőszak az nem tűnt el. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a közelünkben zajló háborúban nem történnek olyan események, akár férfiakkal is. Abszolút, amíg, abszolút amíg és, tragikusok, és erről, erről és még kevesebbet beszélnek, ugyanis ugyanezek a történetek sajnos a harmadik világbeli konfliktusoknál is nagyon, nagyon, nagyon nagy, nagy, nagy számban ott vannak. Nagy számban ott vannak, hiszen ez a másik megszégyenítése, a másik fölötti dominanciának egy nagyon, nagyon erőteljes és nagyon mélyen gyökerező kulturális öröksége. Az, hogy ez a pornóban is megjelenik, és nem a férfiakkal szembeni agresszióban, hanem a nőkkel szembeni agresszióban, én itt sokkal inkább billenek a feminista álláspont uh -huh. felé. Pontosan azért, mert normatívnak ábrázolja. Aha. Amennyiben ez az intimitás része, amennyiben ez a nő számára is igényelt, vágyott együttléti forma, akkor azt gondolom, hogy nincs kérdés. De a, a pornóban. Nem a konszenzusos anális szex jelenik meg a legtöbb esetben. Uh -huh. Akkor itt lehet egy picit technikai részletekbe belemenni. Nem feltétlenül a behatolás az egyetlen anális szex. Van olyan, amikor például a férfi hímbeszője túl vastag ahhoz, hogy egy nő számára mondjuk örömet okozzon az anális szexben. Ebben az esetben lehet vibrátort használni, amelyik vékonyabb, lehet újat használni. Van, akinek egyáltalán a behatolás az már önmagában lehet, hogy fájdalmas, de a végbélnyílásnak a simogatása, enyhe nyomása az izgatólag tudhatni rá. Tehát az, hogy egy nő számára mi, mi jelenti azt az izgalmat, ami az anális szexhez társítható, az egyáltalán nem biztos, eh, hogy a hímveszővel történő behatolás, hanem lehet, hogy egy sokkal finomabb, sokkal enyhébb formája. Igen. És akkor kicsit akkor tényleg a a technikáját a történetnek. Azért veszünk egy olyan nyílást, aminek alapvetően ugye a funkciója, ha veszünk evolúciósan, bár abban nem vagyok biztos, hogy a bonobóknál nincsen rá adat, hogy, hogy ne lenne analiszex, de úgy tudom, hogy azért más fajoknál alapvetően nincsen, nincsen vagy dokumentálva a bonobók kapcsán, mint hogyha rém lenne nekem valami, hogy van, de ennek lehet majd utána nézünk. A lényeg ott például orális szex biztos, hogy van, arról, arról tudunk, de alapvetően azért mégis egy olyan nyilás van, aminek nem ez lenne a funkciója, hogy mondjuk oda valami befelé menjen. Mégis az emberi kultúrában ennek azért van örömszerző része. Mi ennek a alapvető dolgai? Az egyik nyilván a higiénia és a, és a, és a biztonság. Tehát nyilván ott széklet, olyan dolgok távoznak, amik, amikkel érintkezni, vagy legalábbis bizonyos testnyílásokon keresztül érintkezni. Felt, felt, veszélyes. Felt, fertőzés veszélyes lehet, tehát nyilván itt a tisztaság egy alapvető, a, alapvető, része a dolognak. A másik része, amennyiben itt mondjuk behatolásról van szó, és mondjuk hímbeszülve való behatolásról van szó, ott azért bármennyire is sokan furcsálkodnak ezen, a nagyon erőteljesen ajánlotta a szófszernek a használata, az és egyszerűen sokkal egyszerűbb tisztasági, tisztán tartani a dolgokat, és hát a legnagyobb veszély egyébként, ami egy tipikus veszély, és erre sajnos sokszor nem hívják fel a figyelmet, hogy az analiszexnek és a vészexnek a kombinálása iszonyatosan gyakran fertőzéssel jár, más a kettőnek a pH értéke, rengeteg olyan baktérium és egyéb dolog van, amit nem szabadna a kettővel össze párosítani. Tehát nagy százszor meg kell gondolni, hogy milyen sorrendben mit lehet csinálni, magyarán végbélből hüvelybe nem szabad, sőt, szívóan tilos behatolni egymás után alapos tisztálkodás és offszerváltás, vagy egyéb, egyéb, nélkül, mert hogy ez szinte biztos, hogy nőgyügyászhoz fog vezetni ez a történet. És akkor vegyük azt, és amiről beszéltem, hogy a pornóban az a minden lyukat betömni Abszolút. mentalitás, az ugye az anális szexből történő áttérés az orális szexre, ott viszont ugyanez a higiénés probléma jelenik meg, Magyarul, hogy nagyon fertőzés veszélyes az, hogy az anális szexből az ember orális szexre vált át a befogadó szempontjából, mert ott is erősen ajánlotta az, hogy olyan, olyan védekezést tegyenek, ami meggátolja ennek a általában bakterián. Magyar, magyarán anális szex után alapos tisztálkodás a minimum, és nagyon ajánlató szer használat, mert hogy, mert hogy sokkal egyszerűbb így megtisztálkodni. És van még egy része ennek, amit megint nem lehet a pornóban eltanulni, ez pedig az, hogy míg a hüvelynek van, a hüvely bemenetnek is van egy természetes sikosítása, és a hüvelynek is van egy természetes sikosítása. De állik, a... És is ebben az izgalom önmagában hozzá, elég. Elég. de van olyan elváltozás, ami miatt ez nem biztos, hogy megvalósul. De alapvetően azt gondolom, hogy egy kellően hosszú és egészséges előjáték és egy egészséges ember esetében ez megvalósul. Addig az anális szexnél a sikosításról gondoskodni kell. Igen. Mert különben olyan sérüléseket szenvedhet a befogadó fél, ami a bőr repedésével, akár izomszakadással is járhat. Tehát ez egy nagyon veszélyes dolog, anélkül belekezdeni, hogy itt megfelelő sikosítás legyen. Igen. Ezzel együtt nyilván a másik része a dolognak, hogy szinte, szinte, szerintem hoz közelítő, hogy aki először próbálja, először tapasztalja ezt, az biztos, hogy valamilyen szinten fájdalmas, vagy legalábbis irritációs érzés lesz maga az analisz Tehát, hogy ez, ez szinte törvényszerűen együtt jár egyfajta fájdalommal, de hát ezzel együtt nyilván ezt is lehet jól, óvatosan, türelmesen csinálni. Nyilván ennek a pontos technikai e, útmutatóit el lehet olvasni interneten, hogy, hogy mi, mi léteznek, ezzel együtt nyilván ez egyénenként változik. És a másik, hogy van egy, ahogy említetted, van egy kvázi maximális méret, amit kényelmesen, vagy legalábbis nagyobb fájdalommentesen, vagy élvezhetően be tud valaki fogadni. Magyarán főleg a szélesség, és nyilván a hosszúság is, és is van egy limitje, amit, amit valaki tud még élvezni. És azt is hozzá kell tennünk, hogy teljesen normális az, hogyha valaki azt mondja, hogy megpróbálta, de nem jött be neki, és ez az a típusú dolog, amit azért erőltetni egyáltalán nem praktikus. Én kifejezetten tiltanám az erőltetését. Mi? Más kérdés az. Hogy, de az önerőszak is tud lenni, hogy én miért nem vagyok rá alkalmas, akkor csináljuk, 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 majd jobb lesz. Megint ellentmondóak, a, vagy, vagy nagyon sok rétőek inkább a tapasztalatok, hiszen van olyan pár, amelyik megpróbálja, és azt mondja, hogy kiterjesztette, az ő szexualitását, az anális szexre. Itt nagyon gyakran bejön az a félelem, hogy oké, okay, elindulunk az anális szex irányába, és akkor hol lesz ennek vége? Uh -huh. ennek ez nem olyan dolog, hogy én elkezdek valamit csinálni, és az egy végtelen variáciával majd elfut a falig, hanem mindenkinek van egy komfortzónája, amiben jól érzi magát a szexben. Lehet, hogy ő az anális szexig akar csak elmenni, és nem megy tovább. Tehát ez egyáltalán nem hordozza magában azt, hogy ennek lesz egy olyan kifutása, hogy ez tovább megy. Tehát vannak, akik megpróbálják, és tetszik nekik, vannak, akik megpróbálják, és nem tetszik nekik, de a fájdalomra egy pillanatra visszatérve, van, aki pontosan azért csinálja, mert fáj. Igen, nyilván lehet, vagy, majd, vagy az a fajta élmény, ami, ami, amiben van egy pici tabunak, vagy határfeszegetésnek, ebben az esetben szó szerint határfeszegetésnek a megélése, ez is egyébként egy szexuális inger lehet a befogadó részéről is, amire, ami, szükséges. Amit uh, picit uh, veszélyesnek tartok, és szerintem hosszú távon nem oldja meg azoknak a pároknak a problémáit, akik azért akarnának egy férfi kvázi váltani anális szexre, mert ő úgy gondolja, hogy a nőnek a hüveje nem elég szűk számára. De ez is egy viszonylag gyakori jelenség. Én is gyakran hallom ezt az érvet, és, és én azt gondolom, hogy természetesen lehetséges, és van olyan hogy egy nőnek a hüvelye nem elég szűk, és kevés fizikai ingerlést ad. Elképzelhető. De azt gondolom, hogy sokkal ritkább ez az állapot annál, mint a a férfiak. Na, ezt fel hozzá. Igen, és itt azért nagyon gyakran azok, akik ezt mondják, közvetetten saját maguk is tehetnek arról, hogy érzéketlenné válik egy idő után hímveszőjük. Tehát ez nagyon sokszor olyan férfiak, általában pornófüggő vagy, rend, vagy rendszeresen nagyon intenzív ingert adó, masturbáló férfiak mondják, akiknek kvázi már az a fajta inger, amit egy hüvely tud adni, az már túl gyengének érzik, hiszen kvázi túlingerre a saját pénzüket. Ilyen esetben egyébként pont a pornóról való, vagy a maszturbálásnak a mennyiségének a csökkentése, vagy egyfajta leszokás tud segíteni, mert azért valamennyire visszajön egy idő után az az érzékenység, hogyha nem naponta három inger, háromszor ingert kap, vagy ötször ingert kap. Igen, csak itt kéne lenni egy olyan önreflexiónak, hogy Alapvetően azt vizsgálom, hogy ahhoz, hogy a mi kapcsolatunk jobb legyen, ahhoz én mit tudok uh -huh. változtatni. Most ebben az individualista gondolkozásmódban, ebben az én központú gondolkozásmódban ez elkezdett háttérbe szorulni. Állandóan azt vizsgálom, hogy a másik mit tud tenni annak érdekében, hogy nekem jobb legyen. Abszolút. De ezzel együtt nyilván szülés másfajta nőgyászati konzultációként lehet. Erre persze. például ajánljuk a Kristán Andrával készült epizódjainkat. Tehát vannak olyan tornák, amik a feszességet visszaadhatják akár az örömérzetet fokozhatják a nőben, most itt vaginális szex szexre gondolunk, de alapvetően ez a fajta dolog, hogy még régen jó volt, most meg már nem. Hát azért ebben nagyon gyakran a férfi is a sáros. Ez így van. És ezt az anális szex nem fogja megoldani az utávon, mert valószínűleg a, a túlingerlést és egyéb dolgokat nem fog, nem, 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 nem fog segíteni. Igen. És akkor még a, veszélyeiről azért beszéljünk, tehát az análisz kapcsolatosan azért nagyon sok olyan sztereotípia él a fejekben, hogy mondjuk homoszexuális férfiak, ahol kvázi ez a kizárólagos passzív oldalon lévő férfiaknak számára előbb utóbb székletvisszatartás és egyéb dolgokat okozhat, főleg, hogyha nagyméretű investőknek a befogadása. Aranyeret, a hasonló sérüléseket persze, csak itt egy picit még visszautalnék a meleg párok szexualitására, amit, amit, a bevezetődben mondtál. Egyelőre úgy látjuk a kutatásokból, hogy az anális szex a meleg párok esetében nem feltétlenül ez az egyedüli. Abszolút. Van, ahol egyáltalán nem, nem, nem releváns, egy, nem egy, releváns kapcsolatban egy, kapcsolatban. egy kapcsolatban. Tehát gyakoribb az orális szex, a manuális kielégítés, ez is egy árnyal dolog. Tehát a, a homoszexualitásban is van, akinek nyilván szüksége van arra, hogy érezze a saját dominanciáját. Van, akinek szüksége van arra, hogy az ő alárendelt pozícióját érezze. Tehát ezek nagyon erősen a lelki aspektusból is vizsgálandó dolgok. Ez nem csak egy, egy fizikai vagy technikai dolog, és ezt de fontos elmondani minden generáció számára, de talán a fiatalok számára még, még fontosabb, hogy ma a szexualitásunk az nem egy technikai dolog. Annak nagyon komoly lelki, érzelmi összetevői vannak, és pont itt van, hogy meg lehet élni az anális szexnek az örömeit teljesen érzelemmentes kapcsolatban uh -huh. is, nyilván egy swinger klubban is meg lehet élni az anális szexnek az örömét, de azt gondolom, hogy és én ebben gondolkozom, és ebben, ebben próbálok egy picit segíteni a pároknak, hogy az érzelmi kapcsolódásnak is egy nagyon magas foka al tud lenni az, amikor elkezdünk a szexualitásunkban kísérletezni. És pontosan erről beszéltünk, hogy az, az anális szex az nem feltétlenül jelenti a behatolást, hanem kiterjesztése a szexualitásnak a hüvelyen és a péniszen kívülre. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez, ez az abszolút lehet egy nagyon jó kísérletezési terep. Ezzel együtt nyilván a nagyon erőteljes előkészítés nélküli behatolás, a túl nagy méretkülönbség, a nagyon nagy intenzitás nyilván nem tud jót tenni azoknak az ott lévő szöveteknek, izmoknak, egyebeknek. Úgyhogy alapvetően azért ez az a műfaj, amit inkább érdemes egyfajta fűszernek, egyfajta kiegészítő játéknak megtartani, mint egy, mint egy főételnek hosszú távon mert hogy azért mindent az a rész sem visel el, amennyire én tudom urológusoknak a beszámolóiból. Viszont akik ezt egy jó játéknak, egy konszenzuális, szeretetteljes, vagy adott esetben erotikus felfedező játéknak, vagy akár kifejezetten az előteljes ingereknek a részeként te tekintenek az analiszexre, azok nagyon sok örömet okozhat. És azért azt tegyük, még ezt még egyszer hangsúlyozzuk, hogy egy nem egy úri huncutságon van szó, embereknek, férfiaknak, nőknek, mind a két nemnek tud akár olyan szintű örömet okozni, ami önmagában orgazmushoz vezethet. Kéz, mindenféle péniszingerlés nélkül, klitoriszingerlés nélkül, hüvelyingerlés nélkül is önmagában embereknek egy meghatározott része kifejezetten gyönyörű érzetet és nagyon erőteljes gyönyörű érzetet tud átélni szanári szextől. Érintettél egy fontos témát, amiről még nem beszéltünk ebben az epizódban, hogy igen, a férfiak számára nyújtott anális szex a nő részéről, az is egy olyan örömet tud okozni, amire vannak férfiak, akiknek szüksége van. Ez egészen nyilvánvalóan, ez ugye vagy külső eszközzel, vagy pedig kézzel történik, ami meglepő módon nem olyan ritka nem. egyébként az elterjedt szexualitásban, mert ez egy plusz fizikai inger a férfi számára. Uh -huh. És most itt nem a prostatának az ingerlésére van szó, vonalt, ami szintén egy külön vonal külön tud lenni, hanem önmagában a behatolás élményének a megélésében. Igen. Nő részéről, és kifejezetten nő részéről. És azért azt is tegyük hozzá, ez is egy nagyon a gyakori kérdések között ott szokott lenni, hogy attól, hogy valaki számára izgalmas az, hogy a barátnője, partnere, női partnere őt, Szexu a fenekénél izgassa, vagy akár behatoljon valami eszközzel, akkor ő attól, ez igazából már ejtettem, homoszexuális lenne. Nem. Nem, a homoszexuális vagy bisexuális az azt jelenti, hogy vonzódik a saját neméhez. Igen, Pont. Tehát attól valaki ezen a spektrumon teljes mértékben lehet nulla. lehet... nulla. Nulla ez a vonzódás, vagy nagyon minimális ez a vonzódás, vagy teljesen független attól, hogy ő szereti -e az anális szexet, vagy az az, az anális ingerlés az számára örömérzetet tud-e okozni. És hogyha ezt a manuális ingerdést, játékosságot egyebet túlvesszük, nyilván létezik azok a, azok a módok is, ahol tulajdonképpen egyfajta közösülés jellegű dolog for, for, fordul, megfordulhatnak a szerepek. Ezek is azért erre nyitott férfiak, és azért tegyük hozzá nyitott nők számára is egyébként sok örömet, és nagyon izgalmas erődinamikákat jelenthetnek, és ez sem tesz senkit más orientációvá. Ezek olyan izgalmas felfedezések lehetnek, amik nagyon-nagyon jó közös játékok lehetnek párok számára is. Köszönjük szépen! Ez volt a mai Sex podcast, és hogyha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, keresetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!